500 milliós beruházás mintegy 400 millió forintból épül új református templom Örökösföldön. Stabil értékrendszer, a hit és a vallás fontosságáról, valamint a fiatalok és idősek közti kommunikációról szólt a Hieroteos Egyesület találkozója. Önkénteseket jutalmaztak, 55 szívpárnak készítő önkéntes vett át köszönő levelet Mária Pócson. Mintegy 400 millió forintból épül új református templom Örökösföldön. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A templom alapkövét szombaton tették le Nyíregyházán a Hirdesd az igét programsorozat záró rendezvényén. A pontszerű események elmúlnak, de az élmények tovább élnek, amire lehet és kell építkezni a jövőben, hangsúlyozta Fekete Károly püspök a Tiszántúli Református Egyházkerület megyei találkozóján. A püspök hozzátette, a legfontosabb feladatok között szerepel a kisebb települések közösségeinek megőrzése is. Három egyházmegye, 3000 ember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szinte valamennyi településéről érkeztek református hívek szombaton a Continental Arénába. A Tiszántúli Református Egyházmegye térségi találkozóját rendezték, mely egyben a reformáció 500. évfordulójára meghirdetett Hirdesd az igét programsorozat záró eseménye volt. Összesen 75 rendezvényünk volt a püspöki szervezésben, illetve a Hirdesd az igét programban. Úgy gondolom, hogy amikor három egyházmegyéből 3000 ember van együtt, és együtt dicsőíti az Istent, az egy felemelő érzés. Egy kicsit talán megmutattuk magunkat, hogy vagyunk, és nem kevesen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez pedig nagy hatással bír nem csak a református gyülekezetekre, hanem az egész társadalomra is. Éppen ezért, bár most egy időszak lezárul, a jövőben azért számos feladat hárul a református egyházra. Azok a falvak, amelyek az én gondozási területemben vannak, itt olykor kiürülnek, vagy elvándorlás van, de azokért, akik megmaradnak, azokért a hűségesekért, még inkább többet kell tennünk, hogy jókedvel, üdelélekkel maradjanak, és vállalják ezt a vidéket, ezt a hagyományt, ami a református egyházban eddig megképződött, és ők megkapják mindazt, ami a lelki egészségükhöz fontos. Hogyha elhanyagolnánk őket, és csak azokra figyelnénk, akik elmennek, meg azok miatt szomorkodnánk, akkor nem tennénk semmit. Mindenki fontos a református egyházban, ezért sokféle műfajban kell tudnunk mozogni, és ezt folytatni kell a 500. meg a 450. esztendő után is. A feladatok között pedig most egy templomépítés is szerepel Nyíregyházán. Örökösföldön a görögkatolikus és római katolikus templomok szomszédságában ugyanis egy új református templom épül. Ennek alapkövét tették le szombaton. A városnak ez egy olyan területe, ahol nagyon sok református él, és egyre fejlődő körzete a városnak a lakosság szempontjából is, és már 16 éve van egy református közösség, a Vestsik középiskolában gyűlünk össze minden vasárnap, és eljött az ideje annak, hogy ezen a területen is önálló épülete legyen a gyülekezet közösségének. A templom mellé egy közösségi ház és egy lelkész lakás is épül. A terveket az a Kulcsár Attila készítette, aki a másik két szomszéd templomot is tervezte. A templom és a hozzátartozó épületek közel 350-400 millió forintból épülnek, a munkálatok előreláthatólag 2018 tavaszán kezdődnek. A hit és a vallás fontosságáról, valamint a fiatalok és idősek közti kommunikációról szólt az az ifjúsági találkozó, amelyet a Hieroteos Egyesület szervezett pénteken Nyíregyházán. Az eseményen Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár hangsúlyozta a sport és a vallás kapcsolatának fontosságát is. Kiemelte, mindenkinek szüksége van egy stabil értékrendszerre, amelyben hihet, így pozitívan befolyásolhatja saját életét. A Hieroteos Egyesület az Itthon Fiatalon projekt keretében ifjúsági találkozót szervezett péntek délután Nyíregyházán, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A találkozó célja a fiatalok és idősek közti kommunikáció elősegítése volt. Ennek a rendezvénynek a célja a Hieroteos Egyesület számára nagyon fontos a generációk között, tehát párbeszéd az idősek és a fiatalok közötti párbeszéd, a sport, és ezekről a megyei közösségeit érintő kérdésekről való közös párbeszéd, közös gondolkodás. Ennek jegyében szerveztük meg ezt a mai rendezvényt, amelyen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes úszó a vendégünk. Azt gondolom, hogy ő a fiataloknak és a kevésbé fiataloknak is egy olyan előadást, egy olyan gondolatébresztőt tud tartani, ami számukra komoly útra való lehet. A pályaválasztás,
az életben való elindulás területén. A Hieroteus Egyesület számára fontos, hogy a megye fiataljait és a megye értékek irányt nyitott közösségeit elérje. Az esemény nem csak a közös gondolkodásról szólt, hanem a keresztény értékekről, valamint arról, hogy a hit az élet számos területén fontos szerepet játszik. Ilyen például a sport, ami szoros összefonódásban van a vallással, mondta el beszédében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A keresztény értékekről szól ez az ifjúsági találkozó, és Nyíregyházának mindig is fontos volt a hit, a vallás, és ugye Európában látva a helyzeteket sokkal jobban felértékelődött most az elmúlt időszakban, hogy mi keresztények vagyunk. És ezt meg kell őrizni, ápolni kell, a fiataloknak tovább kell adni, és az ő kezükben van, ugyanis Magyarország jövője, így akár a helyi városokban, településekben is. Minél több rendezvényt hozunk, ami közösséget teremt, közösség teremtő erővel, tovább fogjuk tudni vinni ezeknek az értékeit, és a kereszténységet, a hitet, a vallást. Az államtitkár hozzátette azt is, ha van egy stabil értékrendszer, amiben hihetünk és amiben hinni tudunk, az csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Halott csecsemőt talált egy járókelő egy nyíregyházi társasház előtti konténer mellett november 19-én vasárnap este 7 órakor. A járókelő bejelentése után a rendőrök is a helyszínre érkeztek. A csecsemő korának, élveszületésének, valamint halála okának megállapítása szakértő bevonásával zajlik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. 7 éve működik a Vigyázzunk Egymásra Egyesület Mária Pócson, 4 éve pedig úgynevezett szívpárnákat gyártanak. Ezeket önkéntesek varják és juttatják el számos kórházba ajándékként. Az elmúlt években több mint 700 ilyen párnát szállítottak már a József András Oktató Kórházba, ahol főleg mellműtéten átesett hölgyek veszik hasznát. A gyógypárna nem csak fizikálisan segít a betegeknek, lelkileg is nagy támaszt nyújt az érintetteknek. A készítők hétvégén köszönő levelet kaptak Mária Pócson. A Vigyázzunk Egymásra Egyesület 7 éve működik Mária Pócson. Szombati rendezvényük a Segítők Napja nevet kapta, amelyen köszönő leveleket adtak át azoknak, akik az elmúlt 7 évben együttműködtek velük és segítették munkájukat. Az ilyen egyesületek működése és működtetése kiemelten fontos az önkormányzat számára is. 11 civil egyesület működik Mária Pócson, ami egy ilyen kis településhez mérten szerintem nagyon szép szám, és mind aktívak. Hát a civil élet, ők adják az élet csava borsát, ők a kurázs, úgy mondom, a településen, vagy önkormányzat intézményei működnek önjárók, de a civil élet az, ami színesít az életeinket. Nagyon fontos a talánéléki, a valástalánéléki. Én úgy tudom, hogy 7 éve működnek. A rendezvényen 55-en kaptak köszönő levelet munkájukért. Ez is mutatja, hogy sokak számára fontos az egyesület működése. Jelenleg főleg úgynevezett szívpárnák készítésével foglalkoznak, amelyeket 2 hetente szállítanak a megyei kórházba. Eddig 740 párnát adtak át. A gyártásban többen segítenek nekik. Az önkormányzat veszi az alapanyagokat, a Balró üzem szabja ki, és a nagykállói paplangyár is ad hozzá tépőanyagot. Az egyesület elnöke azt mondta, szívesen készítik ezeket, bár az lenne a legjobb, ha nem lenne rá szükség. Ezt a szívpárnát 4. éve készítjük, ez gyógypárna. A mellműtéten átesett hölgyek részére készítjük, a József András Kórház sebészeti osztályra szállítjuk, visszük, és segíti úgy a gyógyulásukat, hogy hónok alá kell tenni, és a seb gyógyul. Nem nyomódik össze, nem törődik, tud fordulni, tud feküdni. Nagyon sok köszönőlevelet kaptunk, összefűztük 2 kötetbe, és nagyon lényeges, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, milyen segítség, hogy na nem fáj, mert nem nyomódik, de legtöbb köszönőlevélbe az jön ki, hogy lelkileg nagyon sokat segít. Az, hogy vannak olyan emberek, akiket nem is ismerünk személy szerint, és mégis szeretnénk rajtuk segíteni, mégis szeretnénk ott lenni a gyógyulásuk érdekébe. Az egyesület a szívpárnák gyártásán túl számos területen jelen van, ahol a segítségükre szükség lehet. Ilyen például az egészségügy, a környezetvédelem, a fiatalokkal való foglalkozás és egyéb karitatív tevékenységek.
Jogszabályváltozásokról és szakmai követelményekről szólt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Iparkamara felnőtt képzési szakmai napja. Az országos program sorozatot összesen 4 városban szervezték, ennek egyike volt Nyíregyháza. Többek között a 2013-as új felnőtt képzési törvényről és annak módosításairól számoltak be az előadók. A magyar gazdaság 2013 második felétől tartós növekedési pályára állt. Folyamatosan nő a foglalkoztatás a piaci szférában. Ennek köszönhető, hogy új foglalkoztatás politikai kihívásként jelenik meg a munkaerőhiány, és élénkül a szakképzett munkaerő iránti kereslet. A komplex kihívás megoldásának egyik fontos eszköze a képzés és az átképzés hangzott el a felnőtt képzési szakmai napon Nyíregyházán. Az országban 4 helyszínen szerveztek ehhez hasonló szakmai napot. Nem csak a megyéből érkeznek ide érdeklődők, hanem más megyékből is jöttek azok, akik szeretnének friss híreket hallani a jogszabályváltozásokról, a szakmai programkövetelményekről, főként a munkáltatóknak, a szakértőknek és a felnőtt képzéssel foglalkozó intézményeknek szól ez a mai rendezvény. Szeretnénk nekik tájékoztatást adni a jogszabályváltozásokról, a szakmai programkövetelményekről és ezek kapcsolódásáról a képzési programokhoz. A rugalmasabb felnőtt képzés érdekében július 1-jével több módosítás is hatályba lépett. A szakmai program követelmények tartalmáról és tanulási eredményeiről Palencs Árnék, a Szamarian felnőtt képzési szakértő tartott előadást. 2013-tól egy új felnőtt képzési törvény lépett életbe, és ez alkotta meg a szakmai program követelmények fogalmát. Ez egy olyan képzési kör, ami nem tartozik az OKI hatája alá, egy B-képzési kör, ahol egyéb szakmai képzéseknek a tartalmát fogalmazzák meg a szakértők, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezt elfogadja. Ennek van egy speciális módszertana, tanulási eredményekben kell megfogalmazni a tartalmát. A szabályozási rendszer igen bonyolult és szerteágazó, ezért a képzőintézmények leghatékonyabban egyedileg tudnak segíteni a lehetőségek feltérképezésében és az elvárásokhoz való alkalmazkodásban. Nyíregyházáról szállították tovább Kárpátaljára a Szent Korona másolatát hétfő délelőtt. A József András Múzeumban 1 óráig volt látogatható a magyar államiság jelképének mása, amelynek tervezésében egy nyíregyházi öntőmester is részt vett. A nyíregyházi intézmény 26 év elteltével ismét munkakapcsolatban áll a Kárpátaljai Múzeummal. A Szent Korona másolat egy kiállítás apropójaként érkezett Nyíregyházára. A magyar államiság egyik jelképének mása mindössze 1 óráig volt hétfőn a József András Múzeumban. Innen Kárpátaljára az Ungvári várba szállították tovább. A Nyíregyházi Múzeum történészei, munkatársai szakmai tudásukkal segítették a Kárpátalja intézmény állatát, ezért is tekinthették meg a látogatók itt a Szent Korona másolatát. A Ungvári vár földszintjének 4 gyönyörű szép termét újította fel a Bethlen Gábor alap, és ebben a gyönyörű szépen felújított részben rendezzük meg ezt a kiállítást közösen az ungvári kollégákkal. Holnap lesz a kiállításnak a megnyitója. Magyarul a korona az körülbelül még 15 percig tartózkodik itt a József András Múzeumban, és ez bekerül Ungvárra a kiállításba. Úgyhogy ezt csak most lehetett itt látni. Utána mindenkit invitálunk, mert egy nagyon színvonalas kiállítás nyílik holnap, és ahogy említettem, 4 teremben Kárpátalja történetét mutatjuk be. A József András Múzeum rendkívül nagy örömmel fogadta a közös munka lehetőségét, hiszen Kárpátaljával, Ungvárral vagy akár a Munkácsi várral a múzeumnak 26 éve nincs szakmai kapcsolata. A Szent Korona másolatának tervét Nyíregyházán készítették, további munkálatait az ország más pontjain végezték el. Az első gondolat az úgy jött, hogy a nagy információ áramlással nagyon sok jelkép, nem csak a szakrális jelkép, hanem a gazdasági jelkép is beérkezett az országba, és ebben a nagy jelképrendszerben hiányát éreztük annak, hogy valami magyar jelképrendszer is megjelenjen jobban a közforgalomba. Ott Nyíregyházán egy öntőmester úrral, tanár úrral terveztettük meg, és a készítése a bronz öntvény után aranyozáson és más kézműves műhelyekben való díszítéssel kapja meg a végleges állapotát. A Szent Korona másolatát hétfő délelőtt tovább szállították, de készítőinek célja, hogy a jövőben a korona hasonló, kicsinyített mását is elkészítsék, így bárki beszerezhetne majd akár otthonába is egyet. Az ősz mérkőzését rendezték vasárnap Kisvárdán a labdarúgó NB2 18. fordulójában. A másodosztályban az ősz során egyértelműen kiemelkedő 2 együttes, a második helyezett Kisvárda és a listavezető MTK csapott össze.
Fehérben láthatjuk majd a hazai csapatot, kékben pedig az MTK-t, és akkor most már az ünnepélyes kezdőrúgást követően tényleg kezdődhet a csúcsrangadó. Reméljük, hogy méltó lesz majd a két csapat tabellán elfoglalt helyezéséhez, és az utóbbi hetek eredményeihez is. Ott van Vas Patrik, és ott van jó messze a labdától Gera is. Gera, lehet, hogy kapura fogja lőni. Igen, Zöldesi fogja. Holtán Ilics, az egy nagyszerű labda, Lukács a 16-oson belül, és vezet a Kisvárda. Az első helyzetét gólra váltja a hazai csapat, és aztán Lukács összeesik. Valami történt ott középen. Itt már a végét látjuk. Fagyas ezt nem tudja hárítani. Holtán Misics-től pedig elpattan. És most mehet Vas Patrik, van előtte terület, és ő amúgy is nagyon gyors játékos. Papucsek vált ki rá, Vasecsel befelé, egy picit megcsúszott, és ez elég is volt, hogy lelassuljon az akció. Schäfer egy távoli lövés, Zöldesi tolja ki a felső léc alól. Papucsek. És ez egy remek kiugratás. Ilics mehet, egy picit kisodródik Ilics, rá kell lőnie, és majdnem gól. Reméljük, hogy a második fél időben nem csak ilyen hasonlóan nagy taktikai csatát látunk, hanem több gólt is. Nincs 11-es. Most megrohanják a vendégek a játékvezetőt. Főleg Schäfer, aki ugye elesett. Vas Patrik szöglete, Torgelle, húha, azt kilőtte a vártóban. És ennek most nagyon nagy öröm a hozadéka itt Kisvárdán. Próbálkozott eddig már Gera, próbálkozott Deutsch, ezt most Lencse vállalja magára. Lencse, remek tekerés, egy picit tolta túl. Vas Patrik. Gera visszaszerzi a labdát, és kiteszi a szélre Katonához. Délceg van ott Katona mögött, Gera. Egy csel befelé, lövés nincs, Vas Patrik. Vas Patrik kapja vissza a labdát, és fölé durrantja. Minden mezőnyjátékos előre jön. Fagyas pedig közben ott a középkörben nézegetett ki, hogy ő is elinduljon-e, de gyorsan elvégezték a társak a szögletet. Gera adja középre, felpattan a labda, és sikerül kivágni. Ott pont nem volt kékmezes. Ebben a pillanatban letelik a 3 perces ráadás is. Pintér játékvezető egyelőre még engedi, de csak eddig. Nagy az öröm a kisvárdai a vár tövében, hiszen megszerezte a győzelmet a hazai csapat az MB2 csúcsrangadóján. Azt is el kell ismerni, hogy jobban játszottak, tehát ők birtokolták többet a labdát. Viszont mi próbáltunk masszívak lenni, fegyelmezettek lenni hátul, és abból pedig a megszerzett labdából jó kijönni. Ebből sikerült a gólt is szereznünk. Mi is egy kicsit pontatlanok voltunk, mert hogyha pontosabbak vagyunk, akkor talán még több kontratámadást tudtunk volna vezetni. Úgyhogy gratulálok az ellenfélnek, tényleg jól játszottak, viszont a gólt nekünk sikerült lőni, így nagyon értékes győzelmet arattunk, és az volt a célunk, hogy tapadjunk az előttünk lévő MTK-hoz, ezt a mai mérkőzésen meg tudtuk valósítani. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez, igazi rangadó volt, a mérkőzés 80%-át az ellenfél térfején töltöttük, de egy megpattanó lövés és a kapu előtti pontatlanságunknak köszönhetően, valamint a hazaiak hűséges védekezésének következtetőben így 0 ponttal távozunk. A Kisvárda győzelmének köszönhetően pontszámban utolérte az MTK-t, amely azonban több győzelmének köszönhetően továbbra is az élen maradt. A másik megyei csapat, a Nyíregyháza Spartacus idegenben a Vác ellen lépett pályára az MB2-ben. A Spari hiába alakított ki több veszélyes helyzetet, végül 1-1-es döntetlennel zárta a mérkőzést, és így visszacsúszott a 8. helyre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 400 millió forintból épül új református templom Örökösföldön. Az épület alapkövét szombaton tették le Nyíregyházán a Hirdesd az igét programsorozat záró rendezvényeként. A pontszerű események elmúlnak, de az élmények tovább élnek, amire lehet és kell építkezni a jövőben, hangsúlyozta Fekete Károly püspök a tiszántúli református egyházkerület megyei találkozóján. A püspök hozzátette, a legfontosabb feladatok között szerepel a kisebb települések közösségeinek megőrzése is.
A hit és a vallás fontosságáról, valamint a fiatalok és idősek közti kommunikációról szólt az az ifjúsági találkozó, amelyet a Hieroteosz Egyesület szervezett pénteken Nyíregyházán. Az eseményen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta a sport és a vallás kapcsolatának fontosságát is. Kiemelte, mindenkinek szüksége van egy stabil értékrendszerre, amelyben hihet, így pozitívan befolyásolhatja saját életét. 7 éve működik a Vigyázzunk Egymásra Egyesület Máriapócson, 4 éve pedig úgynevezett szívpárnákat gyártanak. Ezeket önkéntesek varják és juttatják el számos kórházba ajándékként. Az elmúlt években több mint 700 ilyen párnát szállítottak már a József András Oktató Kórházba, ahol főleg mellműtéten átesett hölgyek veszik hasznát. A gyógypárna nem csak fizikálisan segít a betegeknek, lelkileg is nagy támaszt nyújt az érintetteknek. A készítők hétvégén köszönő leveleket kaptak Máriapócson. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 20-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, hóval. Eleinte váltakozó nedvesség tartalmú hideg, majd nyugat-délnyugat felől egyre nedvesebb, enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka beborul az ég, megvastagszik a felhőzet. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, havazás egyaránt valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 fok körül alakul. Melegfronti hatás kezdődik térségünkben. A hét közepétől enyhébbre fordul az idő, de az érkező melegebb léghullámok hatására a felszín közelében egyre párásabb, ködösebb lesz a levegő. A hét végén érkező hidegfront hatására több felé számíthatunk csapadékra, többnyire esőre, de a hegyekben húzáparok is lehetnek.